Hát? Mi? Ha ránézek, hánynom kell. Hát hányja? Tessék! Szólja anyádnak is. Hányjatok együtt. Így olyan jó, menjél szépen hátra, és perd le a kurva lakatot! Mivel? Anyáddal! Kisfiam, olyan vagy, mint az anyád picsáj. Csak nősz, nősz, azt egyre kevesebb örömöm van benne. Sziasztok! Hello, Bello! Sziasztok! Akkor ez itt ismét az ízlésficam. Nyári szünet után. Mennyit hagytunk ki? Hát, vagy 3 hónapot kihagytunk. 60... De, vagy nem? Hát én az elmúlt 60 évet. Na most az van, hogy nyári szünet volt, nem volt adás, most jöttünk vissza. Nyárvégi műsor, mert hogy ugye augusztus 30 van, úgy tudom. Így van. Mindjárt vége a nyárnak. Hoztunk magas kultúrát megint, de szoktunk. Egyébként Augustin Nándor, Balogi János és Lövei Viktor Lövei vagyunk Viktor, itt. Lövei Viktor, jó magad. Hát magas kultúrát hoztunk, legyünk őszinték. Jó, Mis, elmondod akkor, hogy mi lesz a mai adásunknak a... Az apropója? A neve, a címe, a mottója. A mottója az, hogy láncreakció, 10 feldolgozás dal, amik szervesen összefüggnek egymással. Most mondjam el, hogy hogy. Nehéz ezt így elmondani, szavakba önteni. Meg fogjátok látni. Tehát a elmondjuk. Szavak, beleöntöm szavakba. Mindenki, akit feldolgoztak, azt is feldolgozzák. És így tovább. Senki nem ússza meg. Aki egyszer zenélt, azt már fel fogják dolgozni, és mikor az, aki őt feldolgozta, nyugodtan alszik, addig őt is feldolgozzák. Úgyhogy lehet, hogy nem is tud róla. Úgyhogy nem is tud róla. Kivéve az elsőt. Nem, az első, az elsőt is. Az elsőt és az utolsót is, csak hát, mivel hogy ez végtelen folyamat lenne, a rádió műsor meg véges, így aztán ezt nem tudjuk így folytatni, de akkor az első számra. Kezdjük el. Az első számunk, az egy bármilyen meglepő feldolgozás. A zenekar neve Hinder. Hopp, eltűnt a hang a fülemből. Megvárjuk. Visszajött? Csináljátok, nem. A zenekar neve Hinder, és egy Eddie Money nevű embertől dolgoznak fel egy dalt. Na most ugye ez egy viszonylag ismeretlen figurákról beszélünk. Legalábbis számunkra, mi nem vagyunk rock rajongók itt a stúdióban. Az Eddie Money, azt elmondja a Janó, hogy ki az. Hát Eddie Money egy amerikai régi motoros, egy brooklyni ír családban született, valamikor az 50-es évek előtt, 49-ből pontosan. És hát az ő zenéjét én konkrétan nem szeretem. Viszont onnan ismerheti a mai hallgató, aki éppen aktuálisan játszik, mondjuk a Grand Theft Auto-val, hogy az egyik kiegészítőnek az egyik betét zenéje is tőle van. Eddie Money egy elég nagyképű az ember ilyen művésznévvel azért. Pénz Eddie? Uh-huh. Hát Eddie Money dalt hallunk, de nem tőle nyilvánvalóan, nem a Hinderről. Ja, a Hinder, Hinder, figyeljetek, a Hinder az egy ilyen, hát szerintem egy kicsit ilyen magukat, de minden esetre úgy látom én a munkásságokat, hogy több a külcsin, mint a belbecs. Uh-huh. Tehát, hogy sokkal inkább igyekeznek jó klipet csinálni, ami tele van mindenféle ilyen az amerikaiaknak tetsző jó dolgok. Csaj, jó kocsik. Csaj, jó kocsi, meg minden, meg feldolgoztak mindent a világon, de hát egy kicsit, bár nem tanultam ki a munkásságukat, lehet, hogy van egyébként jó számok is, de hallgassuk meg tőlük ezt. Hát figyelj, maradjunk annyiba, hogy úgy Eddie Money, mint a Hinder, ezek futottak még kategória számunkra. Igen, nem lett belőlük, sztár egyik. Nem igaz, az Eddie Money az volt a maga idejében. Mi a dal címe? Nézzük. Take me home tonight, vigyél már haza este ma.
I shouldn't wonder when I can feel you at my appetite. With all this power you're releasing, it isn't safe to walk the city streets alone. Anticipation is what I'm feeling. Let's find the keys and turn the engine on. I can feel you breathe, I can feel your darkness. I get nightmares and I hate to sleep alone. I need some company, a guiding angel to keep me warm when the cold wind blows. I can feel you breathe, I can feel your heartbeat faster. Jó, na hát ez volt alakul. A maníros, modoros, pozőr, nagyon, nagyon maníros, maníros. Na jó, de nem baj. Jó, viszont meghallgattuk előtte az Eddie Money-nak az eredeti számát, az meg még ettől is sokkal szarabb volt. Na, de hát azt, ez az, legalább populáris. Azzal már nem terhetjük. Ez legalább populáris kedves volt. Hallgatókat. Ellenben most... Pénz Eddie... Játszik. Green Day-t. Bármilyen furcsa. Zöld napot. Pénz Eddie játssza a zöld napot. Igen. Igen. Hát a Green Day-t nem kell bemutatni, az a jó kis deszkás, kaliforniás... Én máshogy fogalmaznék, kertvárosi punknak mondanám. Igen. Minden idők leg... Én láttam ilyet a YouTube-on, hogy minden idők leggazdagabb punkjai. Ők azt hiszem a harmadik helyen szerepelnek. Ez milliómosok ugyanis. A Green Day zenekar, azok milliómosok. Sokan már nem is fogadták el, akár a mikorosztályunkból sem, hogy ők punkok. Sokan azt gondolják, hogy igen, kinek mit jelent ez. Ezek zenészek. Ezek zenészek, amikor ők elkezdtek praktizálni már. Tehát most, hogyha elkezdenék boncolgatni, hogy a Rolling Stones mennyire volt lázadó, vagy a most bárkit szétverhetünk, tehát mert volt itt ilyen, hogy szegény tancsoddát is megölték hát, teljesen. Hát meg hogy... én is gyaláztam őket rendesen. Na de hát bazd meg, ez egy zeneipar, ezek itt zenélnek, nyilván, ezzel jár. Hát nem most... bántom én a Green Day-t. Figyelj, annak a korosztálynak, akinek BMX-a volt, meg gördeszkája, azoknak punk. Persze. Tehát... Meg nekik szól, meg amúgy jó, hogy ők jó kerestek, de hát... A zenei, tehát ha be kell kategorizálni a Green Day-t, akkor a punkot szokták rá mondani. Valamilyen oknál fogva, olyan, amilyen, én ezzel nyilván nem értek egyet, de nem ez is bántom stílus. Őket. Ez a mainstream zeneipar, ez már egy gazdasági... Már csak ilyen, de akkor
ki játszik kit? Hát Eddie Money játszik. Megpróbálkozott egy Green Day dallal, azt fogjuk most meghallgatni. Hát akkor halljuk. Gyerekek, ettől lábrázást kaptam, annyira szar volt. Kicsit álmosra sikerült ez a szám, így 60 évesen. Nem sikerült, Eddie Money. Eddie Money, hát Eddie Money van, nem ennyit. Termel pénzt ebben a számmal. Jó van. De. Most akkor az van, hogy a Green Day játszik, mert ugye most ez egy Green Day szám volt, most a Green Day játszik egy másik zenekartól, ami a Misfits. A Misfits-et kéne elmagyarázni. A Misfits az egy punk egyébként. És Glenn Danzig volt az énekes. Ugye a Misfits póló az kb. Annyira, annyira majdnem olyan jó a Misfits póló, mint a Dead Kennedy, vagy a az ilyen halálfejes a Misfits. Igen. Ilyen baszott nagy mondom, halálfej. Tehát ugyanaz, mint a Ramones póló, hogy kb. A bolygó mindenhol van Misfits póló. Meg. Aha. A Misfits egy ilyen, legalábbis Amerikában nagyon kultikus az zenekar. Hát mondom, Glenn Danzig volt benne. Aki ugye... Nagyon sikeres karriert futott be más zenekarokban, meg leginkább a Danzig zenekarban, ami önmagát jelentette. Na de, itt akkor most konkrétan milyen, mert itt az van, hogy úgy látom, hogy ezt a számot a Metallica-nak, ami 30. évfordulójára játszották, vagy hogy van? Igen, ilyen volt egy hatalmas buli, sok zenekar föllépett, és valamilyen oknál fogva a Green Day is ott volt, és egy Misfits számot de, hogy eljátszott. Játszott valakinek. De valószínűleg az lehet a kapcsolódási pont, hogy a Metallica-nak a 80-as években volt egy lemeze, vagy kis lemeze, ilyen EP-je,
amin csak feldolgozásokat nyomtak, és volt köztük egy Misfits szám na, is. Hát akkor ez volt a megoldás. Hát akkor most gyakorlatilag hallgassuk meg, hogy mit tettek ezek a kaliforniai punkok. Ezzel a jó az öreg punkokkal. Deszkás punkok. Tiszteletadásnak jó volt. Ott baszták el, megmondom, hogy hol baszták el, hogy a Green Day énekese megpróbálta utánozni Danzignek a hangját. Na, hát ez nem jött nem össze. Nem kellett volna, de... Ugye neki van egy jellegzetes orgánuma. Kis, alacsony, kigyúrt kis köcsöggyerek a Danzig. Igen. De nem sült ez a Green Day-től. Nem tehát... baj, hát mégis az a lényeg, hogy gondolom csak jóban vannak, ha meghívták a koncertet. Hát meg gondolhatod, mi lehetett ott a születésnapi bulin. Hát nekem az a véleményem, hogy én azért jobbat vártam a Green Day-től. Tehát vagy én túl, nem vártam vagy túl, jobbat. Vagy túl kevés volt a zöld, vagy pedig túl sok. Nem, mert ezek itt Jobban szokták, jobban bele szokták rakni a Power-t. Jó, mi? Hát én azt mondom, hogy Hulk. Ennél jobban bele szokta rakni. Szerintem Hulk. Szerintem Hulk volt. Szerintem egy kicsit Hulk volt. De, jó, nem, tehát tényleg a Green Day a Metallicát így köszöntötte föl. Gondolom ezt a metallikások nem őrzik a szívükben, hogy jaj, de jó, hogy így köszöntöttek minket. Hát nem nagyon. Nincs mit őrizni. Na de. Menjünk tovább. De Hulkba ott van a Power. Most két percig ne szólalj meg. No. Elmondom, hogy mi van. Elmondom. A Misfits, akit most játszottak, és próbáltak utánozni a Misfits énekesének a hangját, na most ő jön egy Paul Anka nevű csávónak a számával. Na most itt jönnek a tutiságok, amit mondtam már nektek a kocsmában még a műsor előtt. A Paul Anka az a faszi, akinek 124 nagylemeze jelent meg, bazd meg. 124 nagylemeze jelent hány meg. Hány éves? Hány év alatt? Hát mit tudom én, 50 év alatt, de még most is aktív, tehát még él az ember. Akkor még lehet, hogy már a 125. is megvan, csak mi nem lehet, tudunk róla. Lehet. Vagy éppen azon dolgozik. És mindösszesen, tehát kurva sok lemezt adott, 15 milliót. Na most ezt visszaosztottam, az lemezenként csak 120 ezer eladott példányt jelent. Nem tudom, miben hisz az ember, tehát hogy oké, okay, hogy 15 millió, de 124 nagy lemez. De hogy osztottad vissza? Végre sikerül el. Tehát úgy osztottam vissza,
hogy 15 millió eladott példány, osztva 124-jel. És az csak a 120 ezer. Ennyi? Ilyen kevés? Hát átlagoljuk. Ha átlagoljuk, akkor minden lemezéből átlagban, hogy 120 ezer példány ment el. Hát azért az nem olyan sok. Nem, akkor az azt jelenti. A Hungária is, meg az első emelet is tudta. Hát sőt. Meg ez ilyen fonográf, meg sok, ilyen hát faszok. Többet is. Hát csak nekik nincs 125 lemezük. De látod, ez a mindegy, hogy van itt ez a kínai hozzáállás, hogy sok, sok kicsit, vagy egy nagyot. És akkor ő azt gondolta, hogy addig csinál lemezt, mindegy, lehet, hogy csinál még három lemezt, amiből csak, vagy nem, csinál még 1000 lemezt, amiből csak egyet ad el, és az is 3000 újabb eladott példány. Tehát, hogy... De várjál, az ember azóta is nyomja, Las Vegasba, kaszinókban, meg ilyen Mirage, meg ilyen hoteleknek a bárjában nyomja. Na, hát akkor tudom már, hogy miért csinálta, mert oda akart bekerülni. Az a klasszikus rockstar temető. Hát ez a, tudod, az a pecsétgyűrűs, zakós, a mikrofon csak így két ujjal fogós. Melírozott hajú, fülbevalós. Figyelj, öreg szomszéd faszok. Szobában lakik, mint az Elton John. Igen, lehet, hogy ismerik is egymást. Figyelj, hát mondom, rockstar vagy egyéb sztárok temetője az Las Vegas, ott még alkalmazzák őket már ilyen nyugdíjas korukba, addig, amíg még elviselhető a produkció. Aztán mennek a szegényházba. Hát aztán... Vagy a bentlakásos. Nem, akkor kapnak egy aranylövést, és akkor kész. Na most ugye a Paul Anka megírta ezt a Diane című dalt. Többek között pedig ugye 900 saját szerzeménye volt. Diana. Vagy Diana. Uh-huh. Nem a hercegnőről egyébként. Nem arról. Mert ezt 50-valahányba írta. Valószínűleg striptease táncos nő volt. Vagy valami. Igen, elképzelhető. Vagy egyéb hasonló szakmá. Úgyhogy hallgassuk meg a Misfits-től. Paul Anka szám. Na most az van, hogy átadom a szót Nándiéknak, mert ők grunge-ba sokkal jobban otthon vannak, mint én. Vagyok én, jó. Ugyanis Paul Anka, akit játszott a Misfits, most Paul Anka játszik egy Soundgarden dalt. Na hát ez a szegény Soundgarden. Grunge-ba nem vagyok jó. Hát a Soundgarden most mi, hogy mutassam be? Hát az, a Black Hole Sound mondjuk ismerem, mert hát az egy kultik sláger szintén. Figyeljetek, a Soundgarden az a, együtt kezdtek a Nirvánával, meg az összes többi grunge. Én Alice in Chains, meg ilyenek. Alice in Chains, meg mi volt még ott?
voltak egy csomó. Pearl Jam talán. Jaj, még Pearl az is, ugye? Igen, is. Az is. Hát de minden esetre az, nyilván most a Nirvana volt ott a zászlós hajó. Hát ő lemosta, ugye ugye akkori hard rock glam metal vonalat ugye eldöngölték. De a Soundgarden, mivel hogy átemelt egy kis részt azért a glam rockból, meg ezekből a amerikai dolgokból, azért más volt a hangzása, de az is... Az hát is igen, a hangzás is, meg ők azért már a heroint is belevitték ebbe az egészbe, és ott, ugye neki hunyt el a volt énekesük, ugye? Most tavaly talán? Hát... hogy hívták? Chris Cornell. Ne haragudj meg, de énekes elhunyásból azért megint a Nirvana győzött. Tehát. Igen, itt is valami öngyilkosság volt amúgy, de ha jól emlékszek rá. Igen, de... igen. Na, mindegy. Tehát a lényeg, hogy a Soundgarden az... hát jó. Jó kis... Az jó volt most. Persze. Nem volt az és rossz. És akkor most őt játsza ez a... Ez a Paul Anka nevű Manus. Aha, hát akkor... Black Hole Sun. Alapvetően én megint kíváncsi leszek arra, hogy hogy tudja áthozni egy lényegében tínédzser korunk egyik neves együttesének a zenéjét. Mondjuk így könnyű volt 124 nagy lemez megjelentetni. Egy 60 év környékén. Boldogtalan feldolgozott. Hát, de figyelj, ő legalább jókhoz nyúlt. Így van. Most. A mert technikus kérdezném közben, bocsánat, hány perces lesz ez a dal? 4. Akkor egy cigarettára ki tudunk menni. Nagyszerű, induljon. Induljon. El. Disposed, in disguise, as no one knows, hides the face, lies the snake, in the sun, in my disgrace, boiling heat. Csak Viktor ment ki cigizni, mert szerintem jó ez a szám. Neath the black, the skies look dead. Call my name through the dream, and I'll hear you scream again. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Stuttering, cold and damp, steal the warm wind, tired friend. Times are gone for honest men, sometimes far too long for snakes in my shoes. Kedves hallgatóim, azt szeretném mondani nektek, hogy a többiek tiszta hülyék, kimentek pisilni, meg cigizni, akkor a legjobb szám szól. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezt most tekerjétek fel, mert ez egy csodálatos, csodálatos feldolgozás. And wash away the rain, black hole sun. Won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come? Wash away the rain, black hole sun. Won't you come? Won't you come? Thank you.
hang my head, drown my fear, till you all just disappear. Black hole sun, won't you come wash away the rain? Black hole sun, won't you come? Black hole sun, won't you come? Black hole sun. Azt hiszem, hogy ti, tehát nem is tudjátok. Ez egy, hát ne haragudjatok meg. Szerintem adásunk történetének egyik nagyon jó feldolgozását. Akkor rehabilitálom a Pólankát. Ez egy zseni, amúgy, és ráadásul a zenekar, aki dolgozik neki, vagy az, aki... Hát az nagy zenekar lehetett, nem szemplerek, ugye? Ez át lett hangszerelve, ezt igazi zenekar játszotta, és azt az igazi zenekart valaki bemikrofonozta, felvette, tehát ez egy nagy produkció. Tehát nem olcsó János a Pólanka. Ez egy nagy produkció volt. Ez egy akármilyen hollywoodi filmnek lehetett volna egy záró jelenetének, akár nagyon jó. Akkor fasza volt. Ez fasza volt. Akkor Pólanka for president. Pólanka. Én csak annyit... Benyomta, bazd meg. Oda, basz. Én csak annyit tennék hozzá, hogy bárki dobálhat rám köveket, de én szeretem a swinget. Főleg az elektroswinget, mert azt ugye... Ez nem fiatal, az volt, fiatal, nem, azt, az elektroswinget azért szeretem, mert azt fiatal lányok táncolják, mint a swinget. Mint mi. De mindegy, az a lényeg, hogy ez rendben volt. Jó, ez teljesen átértelmezte volt. Nyilvánvalóan teljesen, meg jó is volt ez. Jó, de figyelj, ez... Figyelj, meghallgatta azt a számot, ezt így leszette, nagyon rendben volt. Hát mondom, hogyha ez tényleg nagy zenekar, és nem szemplerekről, vagy számítógépek volt, mentek, ez akkor ez jó. Ez volt. Ez egy 40-50 fűs zenekar játszott mögöttem. Fúvossal mindennel, karmesterre. Ez tuti. Jó. És elfogadjuk. És ez valamilyen szinten ez egy tiszteletadás a Soundgarden felé, mert ugye Pólankát nevezhetjük talán az egyik legtermékenyebb. Hát a 124 lemez. Azért az oké. Okay. Na jó, figyeljetek, akkor lépjünk ezen túl tovább, mert hogy a Soundgardent is feldolgozták, ugyebár? Pólanka most. Ja nem, akkor a Pólankát is feldolgozták. Igen, méghozzá. Jaj. Nem. Most a Soundgarden-et dolgozzák fel. Igen. Nem, a Soundgarden játszik most Black Sabbath-ot. Most ja, vagy jön. Úgy. Ja, mert hogy az is jó. Tehát ugye Chris Cornell is népi zenekara, azért hozzányúlt a Black Sabbath-hoz, az egy alap dolog, mindenféle metalzenék őse, ugye ezt nyugodtan lehet mondani. Valószínűleg ők találták ki a metalt, ugye a Black Sabbath. Ozzy-val és Ozzy társaival. Mondjuk együtt. Ozzy! Emlékszel, amikor volt egy ilyen, hogy a... Várjál, én le vagyok maradva ugyanúgy, mint Ozzy. Nem, az a lényeg, hogy volt egy ilyen nagyon régen, amikor hogy be akartak zárni egy pólóboltot, és akkor, de ez még így 20x évvel ezelőtt, és a tévében mutatták, hogy ott állnak sorba a metálosok. És akkor... Ilyen egyen kaptaf a pólóba. Igen, és volt egy pólóból. Amúgy én abban a pólóboltban még jártam, meg vettem, és szerintem lehet, hogy nincs meg. A Pesten volt valahol, és akkor mondták, hogy Izi, te miért rász sorba? Ozi. Mindegy. Na, jó, szóval Ozzy, figyeljetek, Ozzy azért érted. Akkor most a Soundgarden játssza a Black Sabbath dalt, aminek a címe Into the Void. Into the Void. Menjen. We'll be right back.
Engedjétek meg, kedves hallgatóim, hogy hülyét csináljuk a többi munkatársamból, akik itt hagytak engem. Mit szóltok ehhez a számhoz? Kérem a círvi.org-ra írjatok már egy párat, hogy tetszik a szám, vagy nem tetszik a szám. Szívesen visszaírok. Azt mondom, hogy nem rossz ez a szám, csak marha hosszú, meg annyi, hogy a Soundgarden az ebből is mutatkozik meg, hogy mi volt a különbség a Soundgarden és mondjuk a kortársai között, mert például a Nirvana nem játszott Black Sabbathot. Tehát ebből is látszik, hogy mi volt az annak idején a különbség ezek között, a zenekarok között. Na mindegy, menjen még egy kicsit. Minden kedves hallgatónak, aki amíg a többiek oda voltam, és a többieket szittam, azt szeretném mondani, hogy küldjenek egy lájkot, ha Viktor hülye, vagy... tehát, én alapvetően hülye vagyok, tehát... Igen, ennyi, jó. Gyaláztál minket? Természetesen. Engem csak dicsérték. Folyamatosan gyaláztam mindent és mindenkit. Igen, mert megmondom őszintén, hogy kimentünk Janóval, amíg ez a szám szólt. Nem azért, mert szar, hanem azért, mert hosszú. Hát ezek a számok ilyenek. De hozzá kell tennem, hogy meg kellett állapítanom, hogy a Soundgarden jó zenekar, csak sajnos hosszú. Igen. Hosszú zenekar. Jó, ugorjunk. Lépjünk szintet. Tehát akkor... most viszont a Black Sabbath. A Black Sabbath fog feldolgozni. Igen. Méghozzá a Blue Suede Shoes című. Hát mondjam azt, hogy klasszikus, örökérvényű klasszikus. Hát azt már mindenki játszotta. Boldog-boldogtalan. Ez egy ilyen rock'n'roll szám. Carl Perkins
játszottak. Carl Perkins. De egyébként, Perkins. Egyébként az Elvis is már átvette meg a... Carl Perkins az nem akárki volt, mint tudjuk. Hát utána néztünk valamennyire rock and roll, hogy mit írtak a rockabilly-nek a rockabilly, tehát kitalálója, úttörője. Vagy úttörője. Hát az azt jelenti, hogy kb. Kitalálta. És annyit jegyeztünk meg az életéből, ami egyébként olyan hosszadalmasan van leírva, hogy egy masszív alkoholista volt egy darabig. Mert aztán... mi ezt szoktuk megjegyezni. Igen, ez így... Mindenki arra figyel, ami és érdekli. Aztán Johnny Cash hatására, aki egyébként szintén nagy ember, leállt a szesszel. És onnantól rossz számokat írt? Vagy nem tudjuk, hát már rég elhúnyt, tehát ugye rock and roll meg rockabillybe utazott, nagy slágereket elpöttyingetett, állítólag ezt a számot egy krumplis zsákra írta le, mikor miközben pakolt valamit, nyomorgott, ez egy csórófaszi volt. Még mindig vannak ilyenek, vagyis már nincsenek. De azért krumplis zsákot, ha pakolsz, hol van, hogy van nálad mondjuk toll, vagy ceruza? Hát szénnel. Ja, vagy... nem az krumpli. Akkor nem tudom, de leírta. Pudvás krumplival írta? Pudvás krumplival. De akkor... miért írta le? Hát nem volt meg a fejébe a szám. Hát mert elfelejtette volna, nem volt egy okos ember ő amúgy. Meg, hát ívott, mint a kefekötő. Na mindegy, de sikerült leírni, úgyhogy azért, figyelj, tehát hozzá kell tenni, hogy Carl Perkins nem egy pataki. Na, oké, okay. Végre témánál vagyunk, bazd meg. Na, nem is vitték el az UFO-k. Tehát nem egy Zambó Jimmy, nem egy Galambos Lajos. Nem is akarom Lajos. Bántani a Zambó Jimmy-t, de minden esetre Carl Perkins azért érted. Tehát vannak ilyen. Oda nem tette. Vitték, például az UFO-k nem vitték el. Májó, mert ugye, na, elviszik, azt adnak neki ízé töltőtollat, akkor, hogy ír a töltőtollal a krumplis zsákra? Érted? Na, sok mindent meg kell még beszélnünk. Hallgassuk meg a Black Sabbath-tól. Ti hagytatok itt engem, úgyhogy a Blue Suede Shoes. Muszáj volt. One for the mind, two for the show. Get ready and go and go. I know too. Step on my blue suede shoes. Do anything but don't step on my shoes. I know a girl lives next door. In the kitchen and the wall, don't you? Step on my blue suede shoes. Do anything but don't step on my shoes. Hát rommá szólózta magát a gitáros, azt hallottuk. Meg a Black Sabbath alapvetően kurva nem ilyen zenét csinált, tehát teljesen ez ilyen kakuk tojása utolsó lemezükön, azt hiszem Ozzyval. Viszont Komár Laci elbújhajt a picsába. Hát a Komár Lászlót nem szeretném bántani, mert elhunyt egyrészt, másrészt egy fasza csávó volt, de a Black Sabbath
Ozzy-tól ez a verzió, ez egy Ozzy-val, az utolsó, én úgy olvastam, hogy az utolsó Ozzy-val közös lemezen 1970-ben történt ez a felvétel. Nem volt rossz, nem volt rossz. Hát ők ugye tudjuk, a Black Sabbathról azt kell tudni, hogy ugye ezt elmondtuk, hogy Ozzy volt az énekes, ők dollár és lemezmilliómosok voltak egy időben, és rengeteg különféle vegyszert vittek be a szervezetükbe. Ezt, hát, ezt olvastuk. Hát de az a helyzet, hogy ők még a klasszikus csapatba tartoztak, tehát ők a túlélték a dollármilliókat tudtak elinni. Igen. Tehát kokainnal könnyű, öcsém. Idd el. Egy, az a nehéz. Egy dolgot biztosan állítok, mert de ezt hát olvastam. Ez a szám is szerintem egy olyan volt, ami a koncert közepén berakták, mert akkor ilyenkor a zenekar fele el tudott vonulni hátra. A zenekar azt hiszem, hogy Birminghamből, ugye? Vagy, de valami angol iparvárosból származik mindenképpen. És ezt az Ozzy könyvbe olvastam, hogy már dollár és lemezmilliómosok voltak, turnéztek az USA-ban saját repülőgéppel, és a dobos, csávó, az ugye masszív alkoholista volt, meg valószínűleg a mai napig az, és ő szájdert ivott. Hát mert azt szeretem. Na most a szájder, a 70-es évekről beszélünk, az az olcsó prolipia volt az angoloknál, a nép egyszerű, az egyszerű népnek a piája. Jó, már azóta fel... Azóta már most ezt. Itt drága itt a kocsmákban, meg ilyesmi. De már kint is. Na most, mondjuk az, hozzáteszem, kinni most is lehet olcsót kapni. Most ugye megtehette a zenekar, hogy csak kokainon él, nem, Bill Ward-nak magánrepülőgéppel hordták Angliából a Sidert, Láda számra. Mert ő azt szerette. Mert azt szerette. Hát, na, ez olyan, mint amikor érted. Mi is megfogadtuk annó a bugajak abba, hogyha lottót nyerünk, akkor ugyanúgy barna szofit fogunk szívni, csak mindenkinek jut. És ő ezt így megcsinálta. Megcsinálta a csávó. Megcsinálta. Hát, nem, le a kalappal. Le a kalappal. Akkor a Black Sabbathot kiveséztük, ugye? Meg a Slidert is. Még egyszer mit? A Sidert is. Jó. Úgy már igen. Úgy oké. Okay. Na, Carl Perkinsnél jártunk. Carl Perkins meg. Na most ő játszik. Na bazd meg. Méghozzá Johnny Cash-t. Hát akkor, de ő korosztályos. Ez bolyan. Korosztályos, abszolút, így van. Mert hogy a Carl Perkins, azt már elmondtuk, Johnny Cash-ot meg már egy pár adással korábban el lett mondva, hogy igen. Mekkora királyisten volt. Sajnos. Így van. Meghalt, vagy... Börtönökbe játszott, stb. Fekete ruhába. Ezért... Hát meg ő végigjárta ezt a rockstar karriert. Aztán megtért, később ugye hívő ember lett. Mert nem akart meghalni. Viszont ő is ugye kemény drogos volt. Már akkor, amikor még ez nem volt. Még nem volt divat. Már rockstárnak lenni se volt divat. Igen, még igen. Akkor. Tehát nagyjából szerintem mennyi? Figyelj már, ő Elvis előtt, vagy közben, vagy után? Hát ő Elvis... Után egy nagyon picivel. Aha. Tehát ilyen 50-es években voltak igen. Felvételei. Aha. Hát sőt, hát ilyen Elvis. Szerintem Elvis korosztályba. Csak ő ugye 2003-ban elhunyt, vagy valahogy így. És, de ő végigcsinálta. Ő végigcsinálta, és egy kultikus státuszt hát sikerült. Hát legrádásul neki. Olyan, mert ezt most nem akarom lelőni a poént, de hát ő is dolgozott fel mai zenészeket halála előtt. Így van. Azt meg fogják majd hallani. De most akkor menjen az, amikor Johnny Cash dolgozzák fel. Bring a drink of water, Leroy. Bring a drink of water, no. If I could get to the mercy man, he'd give me one, I know. Bertha is her name. I wish I was tied to Bertha instead of this ball and chain. But I'm going to Memphis. Yeah, going to Memphis. I'm a bad seed, I'm a bitter weed. But when the live is through, and I am too, we'll let the honky tonk roll on. Gone. I'm going to Memphis.
mighty fine place. I never could get past Tennessee with Mississippi all over my face. Freezing ground is my nighttime bed. That's where I lay my head. Oh, Saturday is for bread and meat, and it will be till I'm dead. But I'm going to Memphis. Yeah, I go to Memphis. I'm a bad seed, I'm a bitter weed, but when the levee's through, and I am too, let the honky tonk roll on. Another boy is down, the shovel burned him out. Let me stand over his cold body just to see what the shout was about. Hey, bring the drink of water, Leroy, in a Mr. Prince Albert can. The boss man caught me drinking it, and he's damn near broke my hand. But I'm gone. Beszéltünk, hogy, hogy ez Johnny Cash dal, amit a Carl Perkins dolgozott föl. És ahogy felvették annó, az akkoriban műszaki csoda volt. Így van. Na, de... Oké, Johnny Cash jön most. Nem úszta meg. Akit mélységesen tisztelünk mai napig, mind a hárman. Nem csak azért, hanem úgy általában. Na most kifejtettük az előbb, ugye, hogy ki volt a Johnny Cash. Igen. Ugye mi már Nándival nem tudom, másfél évvel ezelőtt, vagy nem tudom mikor, adtunk már le a Johnny Cash által játszott számot, az a Nine Inch Nails-nek a Hurt című dala volt. Ami kb. Az ő búcsúja volt. És amit a Nine Inch Nails zenekar is elismert, jobb, mint az övéké. Igen, meg nagyjából halála előtt ezzel a számmal, tehát konkrétan az egy olyan, mint egy ilyen búcsú az emberektől, a karriertől, az élettől. Tehát az egy költészet. Egy rettentően szomorú és fájdalmas. Szomorú és fájdalmas dal. Gyönyörű szép dal. Aminek a végén konkrétan lecsukja az akkor a fedelét, és kész. És elmegy meghalni. Elmegy. És ez hát ennél elegánsabb, tehát tényleg erre ez a legjobb szó, hogy ez egy ember volt, aki így végigcsinált egy karriert, egy életet, és ennyire elegánsan így elbúcsúzni, hogy egy majdnem, hogy hozzáképes csitri fiatal zenekarnak a számát úgy előadja, hogy jobban, mint ők, és hozzátesz. Ez igen. És a zenekar szerint is jobb. És a zenekar szerint, tényleg, ez volt a ez ilyen kalapemelés. Hát ez minden idők legjobb feldolgozása, mondjuk top 3-ba, bármilyen listán, független, mainstream, bármilyen listán ott van. De most, ez egy másik. De hasonló színvonalon. Igen. Nyomja a Johnny Cash, például a Depeche Mode-tól a Personal Jesus-t. Na hát ezt most meg fogjuk hallgatni. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there.
something unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. 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 Hát ez olyan volt, amikor így megmutatja az öreg, hogy mi hogy csináltuk régen. Nem tud hibázni. Hát ez nagyon durva. Tehát konkrétan fogta, én nem tudom, hogy ő zongorázta fel, vagy... Hogy ő gitározott. Oké, okay, de a zongora is az a régi, abba az ő... Hát persze, ott nem voltak digitális, az ő stúdiában nem voltak digitális tudszakot. Nem azt mondom, hanem a hangszerelés, tehát eleve, hogy fogod, és akkor ahogy te hallottad, eljátszol hát ezt a számot. Ez a magas művészet tehát egyébként. Ezt hívják feldolgozást. Igen, igen. Hihetetlen. Mindig tudok lelkendezni. Na mindegy. És akkor... Ez egy Depeche Mode szám volt, ugye ezt nyilván igen. Azért csak nem kell magyarázni. Igen. Igen. És akkor mi lesz most? A utolsó számunk, amikor viszont a Depeche Mode játszik mástól, ritkán szoktak ők feldolgozni egyébként. Nem nagyon. Nem ritka. Egy pillanatra még visszatérhetnénk Johnny Cashre, tehát... Persze, mondjad. Neki ugye mi? Nagyon beteg volt, mielőtt meghalt, és az egyik legutolsó riportjában nyilatkozta azt, hogy nem fél a haláltól, és küzd ellene. Küzd a betegségével, és ebből a számból is ez jött ki. Többek között. Hogy megbékélt mindennel, megbékélt azzal, hogy el kell menni, de nem akar. Hát, mert hogy ki akar? Hát lehetséges, hogy így van. Ez ugyanazon lemezen van rajta, mint a Hurt, ugye? Az számomra sokkal fájdalmasabb. Igen, az olyan, mint egy reményvesztett ember, aki így megy a felesége után a halálba. Ugye előtte halt meg a neje. Igen. Azon nem láttam ilyesmit. Összetett dolog, tehát azért csinálta ezt, mert feldolgoz, azt hiszem 10 vagy hány szám van rajta? 10 pár, egy része feldolgozás, egy része meg a saját számainak az újra gondolt verziói, hasonló stílusban egyébként. Igen. De a lényeg az, hogy ő fogta, mint ahogy a Freddie Mercury, vagy aki tudta, hogy itt a vége, fogta, akkor gyerekek, most csinálunk egy olyat, hogy na akkor sziasztok, ez voltam én. Azért elég jó, de betotta a névjegyet. Ez igen. Így távozni. Ez az elegáns, ez az úriember elegáns kilépése. Így van, konkrétan. Maximális respekt. Ez igen. Na de. Így kell csinálni. És akkor most? Hát ugye Depeche Mode-ot játszott
Johnny Cash, most akkor a Depeche Mode, akit most ugye elkezdtük felvezetni, hogy nem szokott nagyon feldolgozni, tényleg ritka. Na mi lesz? A Heroes nyomja Bowie-tól. Kultikus dal, ugye ez. Aha. Most ez egy viszonylag friss felvétel, szerintem nincs egy éves. Na. És ugye most a Depeche Mode mostani formája, az illetve állapota, inkább így fogalmazok, az úgy néz ki, hogy koncert felállás, Dave Martin, Andy Fletcher nyomatja a billentyűk mögött a mutogatást, mint ahogy szokta, plusz egy darab billentyűs és egy dobos. Tehát nincsen plusz vokalista, plusz gitáros, basszusgitáros, mert volt ilyen korszak. Nem, most már csak úgy maguknak. Öt fős felállásban nyomják, ugye megnéztem élőben, meg lehetett nézni a Facebookon a Volt Fesztiválost, azt én végig seggeltem. Azt kell, hogy mondjam, az öregek nagyon tudnak. Hát. Ez az ötös felállás, ez odabasz, tehát tényleg. És ott láttam, hogy 13 ezeren nézik csak a Facebookon, meg még akik a Volton ott voltak helyszínen, azok ki tudja, hogy mennyien lehettek még ott. És Dave ugyan szétripacskodta magát ott a Volton, de itt nem csinálja, itt egy elegáns, öregedő, finoman öregedő angol úriember. Ugye már ezt mindketten beszéltük, hogy amikor az unatkozó angol, vagy brit milliomosok összejönnek ugye YouTube-val, amikor csinálták a közös dalt. Igen, igen, hát az olyan volt. Az is jó volt egyébként. Igen, igen. Viszont itt azért lehet beszélni a Depeche Mode-ról sok mindent, minek beszéljünk róla most 40-50 percig? Nem, hát már beszéltünk róla. Úgyhogy Bowie-ról akarsz még mondani valamit? Megint mit mondjunk róla még? Nem, a múltkor őt is elbúcsúztattuk, mert ő is úriember volt. Abszolút. A maximális tisztelet szintén közé tartozott, úgyhogy nem kell. És, hát, és tényleg, jól mondod, úriember volt. Az egy abszolút. A világ. A szószoros értelmében. Úgyhogy menjen le a szám. És akkor várjunk, mert tehát most azt hiszem, hogy talán egy vagy két hét múlva találkozunk újra, de jövünk. És akkor el is köszönnék én személy szerint. Nem tudom, ti maradtok még? Nem. Nem, de hát azért mondtam. Hát együtt megyünk. Azért mondtam. Úgyhogy akkor üdvözlünk mindenkit. Visszatértünk, fogunk jelentkezni. Leszünk még, élünk jön, még. Jön az ízlésficam, tovább ficamodik. Nem ígérjük ezt a tematikát folyamatosan, de majd valamit kitalálunk. Sziasztok. Puszika. Sziasztok.